Sziasztok! Következzen a sorozat 12. része, amiben nektek szeretnénk segíteni a hozzátok igazán illő kutya kiválasztásában és megismerésében. Minden részben egy-egy kutyafajtát mutatunk majd be, és röviden elmondjuk nektek azt a 7 legfontosabb dolgot, ami meghatározó lehet a döntésben, hogy ne maradjatok le a sorozatról, és azonnali értesítéseket kapjatok az új részekről, iratkozzatok fel a csatornánkra, és ne felejtsétek el megnyomni a haranggombot is. Fontos információ! A kutyatartás nehézségekkel jár, de csak abban az esetben, ha nem tudjuk, miként kezeljük megfelelően kedvencünk viselkedését. Karai Zoltán, Út a problémamentes kutyához című kötete, leggyakoribb viselkedési problémák megelőzésében és otthoni kezelésében nyújt hatékony segítséget nektek. További részletek a szerző Facebook oldalán. A 12. részben egy hatalmas szívű, önfejű kis fickóról lesz szó, a Tacskóról, aki egy igazi tökös legény és nagyon sokak kedvence. Ez a fajta az 1970-es évek óta folyamatosan népszerű, de szerencsére nem divat kutya, így a szaporítók sem koncentrálnak rájuk annyira. Hogy tudjátok, mit is vállal magára, aki Tacskót választ, vegyük végig azt a 7 pontot, amit egy Tacskó vásárláson gondolkodónak nagyon alaposan meg kell fontolnia a vásárlás előtt. Az utolsó pontban az is kiderül majd, hogy vajon a Tacskó ideális választás-e egy kezdő kutyás számára, és az is, hogy a következő részben melyik fajtáról lesz majd szó. 1-es, a Tacskó rövid története. A Tacskókhoz hasonló kistermetű kutyákról már a 15. században említést tesznek német források, és már akkoriban is háromféle méretről és felhasználási területről tesznek említést. A legnagyobb testű változatot borzok, a középtermetűt rókák, a legkisebbeket pedig nyulak vadászatára használták. Innen származik a nevük is, hiszen németül a Dachs a borzot, a Hund pedig kutyát jelent. Feladatuk évszázadokon át az üregekben, kotorékokban lakó dúvadak és állatok vadászata volt, hiszen rövid lábuk és izmos testük lehetővé tették számukra a föld alatti manőverezést és eredményes küzdelmet szinte minden üreg lakó állattal szemben. Emellett vaddisznó hajtásra is gyakran használták őket, igazi népszerűséget az 1972-es müncheni olimpia hozott számukra, hiszen ők voltak a rendezvény kabala állata. Angolszász területen sokáig bécsi kutyaként, vagy gyakran kolbászkutyaként nevezték, mára általánossá vált a Dachshund elnevezés. 2-es, a Tacskó személyisége. Küzdelmes múltja miatt a Tacskó egy igazi kemény legény, tökös kis fickó, aki ráadásul óriási önbizalommal és öntudattal van megáldva. Apró termete ellenére a Tacskó általában semmitől nem riad vissza, és rendkívüli akarat időnként makacság jellemzi őket. A Tacskók korai és következetes szocializációt követően jól beilleszthetők családokba, de igazán egy gazdához kötődnek, egy nem megfelelően nevelt és kontrollált Tacskó bizony a családtagokra is féltékeny lehet. Aki Tacskót választ, annak el kell fogadnia, hogy ez a kutyafajta szenvedélyesen ás, domináns természete miatt pedig más kutyákkal hajlamos az összezördülése. Az emberekre alkalmazott mondást kicsit átformálva azt is mondhatjuk, hogy a kiskutya nagy öntudattal jár. Tacskó rajongóknak ajánljuk. A leírásban és az első kommentben találtok egy linket, kattintsatok rá és nézzetek körül. Igen vagány tacskós ruhákat és ajándékokat találtok majd ott, ahova érkeztek. 3-as, a Tacskó mérete és szőre. A Tacskók háromféle méretben és háromféle szőrtípussal rendelkeznek. Méretük alapján megkülönböztetjük a normál, törpe és nyúlász tacskót, szőrük alapján pedig a sima szőrű, a szálkás szőrű és a hosszú szőrű változatot. Megjegyzés, ebben a filmben a normál, szálkás szőrű változatot láthatjátok. Magasságuk 16 és 26 cm között mozog, súlyuk pedig 3,6-9 kg között. Színváltozatai a fekete cser, vörös-barna, vörös-barna cser, barna tiger, fekete tiger lehetnek. 4-es, a Tacskó képezhetősége.
A tacskó rendkívül intelligens és értelmes kiskutya, akiknek következetes neveléssel szinte minden megtanítható. Habár őrzővédő munkára termetük miatt nem alkalmasak, nagyszerű jelzőkutyák, és bizony sok postás nadrág került már Szabóhoz egy-egy tacskó közreműködésének következtében. Nagyszerű vadászkutyák, és arra is láttunk már példát, hogy terápiás kutyaként is megállták a helyüket. Múltjuk miatt vadászösztönük rendkívül fejlett, esetükben a nevelés egyik fő feladata ezen ösztönök kontrollálása kell, hogy legyen. Más házi állatokkal összeszoktathatóak, de a lelkük mélyén mindig zsákmánynak fogják tekinteni őket. 5. A tacskó mozgásigénye. Kis termetük ellenére ez a csupa izom kiskutya rendkívül mozgásigényes, szeret futni, és mivel kimondottan kitartóak, imádják a hosszú sétákat. Leállíthatatlanok az apportírozásban, az elrejtett tárgyak megkeresésében, és mint már említettük, egy bolgárkertész semmi hozzájuk képest, ha ásásról van szó. Rövid lábaik ellenére rendkívül gyorsak, meglepő sebességre és gyorsulásra képesek, esetenként középméretű kutyákkal is lépést tudnak tartani. A nagy szintkülönbségekkel járó mozgást, például a rendszeres lépcsőzést kerülni kell az esetükben, hiszen aránytalanul hosszú gerincoszlopukat ez óriási mértékben megterheli. 6. A tacskó egészsége és élettartama. A tacskó szerencsére hosszú élettartamú kutyafajta, nem ritkák a 13-15 éves egyedek sem. Alapjában véve egészséges fajtának tekinthető, az őket fenyegető veszélyek közül az első számú a gerinc tájékon fellépő porckorong sérv, amit tacskó bénulásnak is neveznek. Ez általában olyan elváltozásokat okoz, aminek következtében a tacskók hátsó lábai lebénulhatnak. Megelőzésének legjobb módja a sok futtatás és edzés, a megerősödött és megizmosodott tacskó hát sokkal ellenállóbb. Természetesen emellett elengedhetetlen a már korábban említett szintkülönbségekkel járó mozgások elkerülése. 7. És végül az utolsó kérdés, való-e a tacskó kezdőkutyásnak? Erre a kérdésre a válasz egyrészt igen, másrészt nem. Ha a kezdőkutyás kellő következetességgel rendelkezik, tanácsot kér a tacskó neveléséhez, és betartja az alapszabályokat, akkor igen, javasolható. Kezdőkutyásnak érdemes olyan tenyészetet keresnie, amelyik inkább a só, mint a kemény vadászvonalat viszi, és a tenyésztő segítségét kérni egy semlegesebb karakterű kiskutya kiválasztásában. Ha valaki azonban nem tud következetes lenni, és nem tartja be a szabályokat, akkor neki tacskó nem való. Ez az akaratos és makacs kiskutya ugyanis felismeri és ki is használja a gyengeségeket, és igen rövid időn belül a család kurtalábú zsarnokává válik. Kéréseteknek megfelelően a sorozat következő részében a sportos és kemény Doberman szerepel majd. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra és megírni nekünk, hogy melyik egyéb kutyafajtával kapcsolatos 7 pontot látnátok szívesen a későbbiekben. Köszönjük szépen a figyelmeteket!